Látványos jelmezekbe bújt statiszták, vörös szőnyeg és luxusautók az Eiffel műhelyház bejáratánál. Különleges, zárt körű szakmai filmvetítésen vagyunk. Gyönyörű a végtermék. Egy érzelmi hullámvasútra ültem föl. Újra visszaéltem az egész próba folyamattól, a lemez felvételtől kezdve a film felvételig. Végig vele folyni és meghatódni, mert bizony pityeregtem a végén, és örülni a többieknek, önmagamnak. Nagyon szép élmény volt ez ma este. Goldmark Károly világhírű Sába királynője című operájának filmváltozatát láthatta a művészekből és alkotókból álló közösség. A Magyar Állami Operaház ének és zenekara, valamint énekesei alkotói közreműködésével saját apparátussal készítette a filmet. A Nemzeti Filmintézet pályázatának nyerteseként korábbi színpadi produkcióját adaptált a Vászonra. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas feladat volt. Egy hetet forgattunk, teljesen új pályán mozogtunk. Nem nagyon volt maga a színpadi felújítás időhiánya miatt előkészíthető, tehát mindent ott azonnal csináltuk meg. Volt x percem arra, hogy egy bizonyos jelenetet felújítsak, és utána már dobozoltuk is. A forgatás az Eiffel Műhelyház Bánfi termében zajlott. A film hangsávját képező lemezfelvétel ugyanitt, csak a Fricsai stúdióban készült. A filmvetítés pedig szintén a Bánfi teremben a különleges vetítőtermi profi segítségével valósult meg. Nem operafilmet látunk, fontos, hanem valamilyen hibrid vagy felturbózott televíziós felvétel ez, de annak viszont szerintem nagyon szép és minőségi lett. Talán következő stáció van, remélem ez a mozi funkció, ez fölkelti mások érdeklődését, és sok magyar és akár egyéb filmpremiernek is, tehát premiereknek adhat majd helyet. Főszereplők BMW luxusvárosi terepjárókkal érkeztek, ahogy az alkotók és a művészek egy része is. A címszerepet éneklő Gál Erika kisfiával jött el. Nagyon-nagyon nehéz munka, nagyon-nagyon profi munka. Ugye mi általában arra készülünk, hogy nagy teret betöltsünk, nagy gesztusaink legyenek. Itt viszont éppen az ellenkezőjéről volt szó, minimális gesztusok a lehető legtermészetesebb módon. Én szeretnék még ilyet csinálni, megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett, nagyon tetszett. Villogtak a vakuk, forogtak a kamerák, az opera főigazgatója kis interjúkat készített. Jó gondolom, hogy ilyen típusú filmes macacáléban te is először veszel részt? Természetesen igen. Többek között a Dobronai László rendezővel, aki K.L. Csaba színpadi változatát alkalmazta filmre, de üdvözölte a Királyi Palota őrét, Baál Hanánt alakító Rezsnyák Róbertet, vagy a hangmérnököt Kondás Ferencet is. A világon a legjobb a világon a Magyar State Army Opera. Thank you! A főpapot alakító Palerdi András viccesre vette az antrét, majd keresztlányával nyilatkozott. Bányászok időszakja szent próbálhatszokra. Nagy érdeklődéssel várom, hogy milyen egy filmen egy opera, mert eddig csak élőben néztem Andrist. Azért élveztem, mert mindig ilyen prózai darabban nagyon szeretnék részt venni, és ez egy kicsit olyan volt, hogy tényleg egy ilyen prózai rendező jött hozzánk, és nagyon sokszor átpróbáltuk, és nagyon sokszor fölvettük a jeleneteket, és nagyon sok ilyet szeretnék csinálni, minden héten egyet. A filmben László Boldizsár énekli Salamon kegyence Asszád, Süvegi Eszter pedig a főpap lánya Szulamit szerepét. A vetítés utáni fogadáson az alkotókból ömlött a szó a több mint 2 órás filmről. Remek, gyönyörű pillanatok és nagyon-nagyon vicces napok. Emellett meg nagyon-nagyon dolgos napok, tehát nem egyszer, nem kétszer kezdtünk itt már kora reggel, mert kora reggel bent kellett lennünk a sminkben, illetve a fodrászatban, és késő este 10-11-kor végeztünk.
magammal szembesülni nagyon önbizalomerősítő volt. Valahogy a vásznon úgy megszépültek a dolgok, a színek, a hangok, az énekar, hisz onnan való vagyok, oda tartozom. Amilyen örömmel látod a családtagjaidat egy-egy fényképen, úgy csodálkoztam rá. A főzeneigazgató, aki a felvételeket vezényelte, nem felette méltatni a zenei anyagot sem. Elképesztő alkotói véna van abban, ahogy Goldmark összefűzi korának rengeteg zenei stílusát, ismeretét, ahogy halljuk benne igazából Wagnert, Lisztet, Richard Strausst. A túlfűtött szerelmi háromszög története Sába királynője, egy fiatal jeruzsálemi diplomata és a főpap lánya között ebben az emlékezetes változatban is hozzáférhető vált az utókor számára.